Ingyenes nőgyógyászati rákszűrést tartottak Bátaszéken. Tavaly a járvány miatt elmaradtak a vizsgálatok. Idén annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt a szűréseken, behívókat kaptak azok, akik már több éve nem vettek részt a vizsgálatokon. Elég sokan jelentkeztek, időpontra jönnek, betartjuk a szabályokat maszkkal és távolságtartással, és hát remélem, hogy jó lesz ez a városnak, és ezt a hagyományt tudjuk a továbbiakban folytatni majd. 50-60-an jönnek naponta, ugye ez 100-150 szokott lenni általában itt a megjelenés, tehát ennél még több lenne szükség. Most egy olyan szervezést van az idén, hogy a INTS-szel közösen szervezzük, és ők kapnak olyan listákat, hogy akik mondjuk 3 éve nem jelentek meg, azok személyesen is érintettek ebben úgy, hogy kapnak levelet, hogy jöjjenek be, mert már régen jártak, és ezzel is a számot is tudjuk növelni, másrészt pedig hát egy kicsit felhívjuk a figyelmet azoknak, akik elhanyagolták ezt a vizsgálatot, így azért többen megjelennek. Annak ellenére, hogy az egyik leggyakoribb rákfajta a nők körében, mégis sokan vannak, akik nem vesznek részt az éves szűréseken. Pedig a betegség akár 15 évig is tünetmentesen lehet jelen a szervezetben. Ugye ez egy nagyon közismert dolog itt már Magyarországon az, hogy milyen sokan betegszenek meg, hogy 500-an halnak meg még mindig méhnyakrákban sajnálatos módon, azért, mert a lakosságnak a megjelenés aránya nagyon alacsony. Ezen próbálunk segíteni, idejövünk a helyszínre, ne kelljen beutazni, ezzel is elősegítve ezt, hogy jöjjenek. Ezt nagyon sokan értékelik és mondják, hogy örülnek neki, hogy nem kell utazni, és idejövünk. De hát még többen beteget kellene, hogy ellássunk ahhoz, hogy jó eredmények legyenek. És hát remélem, hogy a védőoltás, amit a kislányok kapnak, és pár nemzedék alatt majd ez olyan fokot fog elérni, hogy a méhnyakrák meg fog szűnni. Hát ebben az védőoltás, a szűrés, a kettő együtt, és ugye aki kapott védőoltást, annak is persze kellene járni szűrésre, ezt kevesen tudják, mert a kettő együtt tudja jó eredményt elhozni. És hát én bízom benne, hogy a jövő generáció megérheti ezt. Én már 45 évet eltöltöttem a szakmában, sajnos nem tudtam azt elérni, hogy megszűnjön a méhnyakrák, de a utódaim majd biztosan ebbe eredményeket fognak, jobbakat elérni. Szerencsére vannak, akik szinte minden évben élnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Fontos az egészségem, és helyben van. Évente, így van. Én már kezdetek óta ide járok, úgyhogy minden évben jövök. Mindig várom, hogy mikor lesz meghirdetve, úgyhogy én nekem fontos. Sajnos a méhnyakrák egy olyan betegség, mert tünetmentes, egy vírus okozza, ugye ez fertőzés alapján bárki elkaphatja, nem csak nemi úton lehet hozzájutni. A védőoltás véd ellene, tehát azt mindenkinek olyan, nem csak a gyereklányoknak. Most már hál' Istennek a kormány úgy döntött, hogy a fiúkat is oltják már az idéntől kezdve, és erre vannak más országban jó eredmények, például Ausztráliában, ahol oltják a fiúkat, lányok már 10 év óta, ott már szinte megszűnt a méhnyakrák, és ebbe bízunk, hogy Magyarországon is ez a jövő.